Üdvillő módon mindenkinek. Ez egy Csacseszkaja Szilva, ehhez nem nyúltam hozzá. Itt már fog látszódni, hogy vannak rajta szilvácskák. Hát ez általában, tehát az összes fa, ez volt a kiindulási alap, tehát ez így nézett ki. Teljesen mindegy, hogy melyik fajtáról volt szó. Cseresznye szintén. És akkor itt, amelyikhez hozzámertem nyúlni. Hát azért, ez is azért már szép körték. Legalábbis szerintem. Ez egy kicsit jobban még meg lehetett volna metszeni, de hát most ez így alakult. Tele van körtével. Ezen egy... Hát ez a szilva, amúgy egy dekaszilva nincs. És hát ugye nem látszik. Már az állványt persze nem hoztam fel, de gyakorlatilag attól az ág, ami itt keresztbe megy, mögötte az, meg ami ott lelóg, hát itt már megint lapos kúszásba kell közlekednem. Tehát én direkt ezért vágtam le az ilyen ágakat, ami belóg, hogy ne kelljen már lapos kúszásba fölmennem. Na mindegy. Ezen is van egy kevéske szilva, nem sok. Na hát erre az almára kíváncsi leszek. Ennyik ezen túl sokat nem vágtam, de ezen általában az almák ekkorek szoktak maradni, mint most. Legalábbis nem sokkal nagyobb. És akkor így lehull, ahogy már most is látszik. És ez a fa ez ennyit tud. Tehát ez nem tudom milyen fajta, de ezen mindig az van, hogy ekkora bogyókba megnő, egy ilyen pingponglabda méretre, lehull, azt megy a cefrébe, de hát a cefrébe is szar, mert nincs íze. Ez egész jó, itt megütöldött. Hoppá, ekkora költe. Tehát ez is kár volt hozzányúlnom. Aha. Ezen sajnos, ugye nem lett költe, mert lefagyott a virág. Hát ilyen apróságokon ne akadjunk fenn. És hát ugye a cseresznye. Ezen egész jó nagy. Még ez még zöld. Kezd édesedni. Hát ez tele van cseresznyével. Hát majd ez is megy a levesbe, mert nem lehet ugye ezt leszedni, mert ezt nem szabad. De ilyen szép nagy szemű. Hát ezen ezt ki kellett volna vágni. Na, itt van a, amit katlamba lett vágva. Látszik, hogy rengeteg vízhajtás van. Minden irányból nő, mint a barom. Úgyhogy ezen majd lehet megint különböző alakzatokat kialakítani, hogy jól álljon, legyen normális értelmezhető fa. Miközben egy deka szilvát nem látok, de annyi baj legyen, nem lehet mindent egy évre besűríteni. Ezek a ikeralma fácskák, hát ez valaki letépte, nem baj. Ez is tele van vízhajtással, nő, mint a barom. Szerintem erről lefagyott az összes Atya Úristen, ami rajta volt, mert itt azért jó pár napig olyan reggeli fagyok voltak, hogy vakarni kellett a jeget. Tehát itt ezt nem is csodálom, hogy ezen nem maradt semmi. Viszont tele van így vízhajtással, tehát minden is majd lehet egy ágat így ebbe az irányba, vagy akár kettőt is. Szóval lehetőség adom. Ez a meccshez nem nyúltam, ez nem érdekel. Hoppá! És itt van, ez szintén tele van vízhajtással, ugye ennek az ikertes hója.
És hát, körte, amiről azt hittem, hogy alma, mert hát ugye semmiről nem tudunk semmit. Nagyon jó. Itt, na, szintén zenész almafa. Ugye ehhez se nyúltam hozzá, ez a nagy öreg fához. És hát így vannak rajta a gyümölcsök, ezek se szoktak nagyobbra megnőni, úgy hullik le, és ez úgy jó. Ez szintén ilyen almafa, erről is úgy szokott, nem nagyon szokott amúgy nagyobbra megnőni. Hát ezen nem látok semmit, de hát majd ez a lombot tudom majd alakítani. Ezen szintén nem látok semmit, egy kicsit vagy a fagyok, vagy valami betegség miatt egy kicsit olyan csúnyácska. Nem baj az. Ez is tele van vízhajtással, úgyhogy ezt is vagy le majd terelgetni. Kiegyenlített a tetejében van egy pár szilva, bár lehet, hogy innen pont nem látszik, de van. Jó, a nagy a fű meg a gaz, majd valaki levágja. Szerintem ez is kapott a fagyba. Tehát itt látszik, hogy azért vannak vízhajtások. Tetejében egy pár szem szilva. Na, ez körte. Erre csak egy kicsit foglalkoztam vele, azért van rajta vízhajtás dögivel. Hát kíváncsi leszek, mekkorára fognak megnőni. Ez is, hogy meg lett nyírva. Ezért, tehát lehet majd ebből mit válogatni. Egész szép az alma. Hát kíváncsi leszek, mekkorára fog megnőni, de mondom, ez az alapfelvetés. Azért is kezdtem a idézőjelben a meccésnek, mert ezek szerint az kontárkodás, hogy ezek az almák, ezek ne ekkorák legyenek, amikor leesik a földre, hanem a normális méretű, ehető terméket próbáltam előállítani. Itt a kis szilvafa. Hát, ez lehet, hogy ez levéltett vesedés. Nem baj, majd hát valami lesz vele. Ezen is ekkora almák szoktak lenni, ezt lehull. Hát igen, de sok eső, meg a fagy, az időjárás azért most ad a fáknak. Nyilván ott vannak fent szilvákat. Nyilván, ha jobban törődtem volna vele, hopp! Ennek letört a teteje, pedig direkt ilyen szépen meghagytam. Lehet, hogy nem véletlenül, de hát, sajnálom szegény fácskát, most már annyival is alacsonyabb. És ha-ho! Körte. Itt is körte. Ez legalább akkor kiderült, hogy ez végre, hogy ez körtefa. Azért van rajta egy pár, ezt a szakborbárkodást. Legint ezen annyi vízhajtás, hogy ezzel lehet majd dolgozni. Hát ez meg ugye szokásos. Ezt a mémet szedtem, ezt csak azért mutogatom, hogy mutogassam, mert sajnos ebből volt kisebb családi vita. Ezen ekkorák most a körték. Kisebb családi vita, hogy ezeket a fákat, amik itt voltak, amiket mondjuk azt, hogy megmetszettem, ezt szétszakbortbárkodtam és megöltem a fákat, és hogy az, amit nem én metszettem, az mennyivel sokkal jobb. Hát az a mennyivel sokkal jobb, az majd kiderül, mert sajnos mondom. Tehát ezek az almák körték, ezek ekkorák szoktak lenni, és akkor utána az ott kapufa. Úgyhogy aki a kommentekben ilyen kevésbé pozitív megjegyzést tett, hogy szétbarbárkodtam ezt az egészet. Én ezt azért csináltam, hogy
Ne az ilyen apró, apró szara almákat kelljen már végre cefrézni, megenni. Ezzel nem is tudsz cefrézni, tehát egy ilyen kis semmivel mit csinálsz? És mindig ilyeneket cefrézi, mármint a nagyba, mert magamnak én ezt nem, tehát a saját részre ezt nem használnám fel, ez ilyen pici almá, hova? Semmi értelme nincs. Ez egész egy ágas, bokas. Na mindegy, szóval ez lett volna az alap hipotézis, hogy értelmezhető nagy almák, körték, gyümölcsök szülessenek. Hát kíváncsi leszek, kíváncsi leszek. Na mindegy, jó kertészkedés mindenkinek. Gyönyörködjünk a megyfába. Meg egy kicsit a cseresznyét még kóstolgatom, mert van köztem már jó. Ha már cefrézi nem lehet, majd belőle, hát nem baj. Sok sikert mindenkinek! Üdvillő módon mindenkinek! Itt szépen haladgatok a szőlő terelgetésével. Szépen van, azért elég jó hűt kezdemények vannak a vesszőkön. Különböző kötözési technikákat alkalmazok. Tehát itt neki köteztem egyből a drótnak. Itt egy madzag körül terelgetem, mert némelyik ilyen gyengébb vesző, és egyszer nem tartja meg, hogyha ide kötöm. Itt is az látható, hogy a másik vezérdróthoz egy madzagot hozzáköteztem a harmadikhoz, és akkor körül tekertem végig így a veszőt. De szintén itt megkötöztem, és innen szintén egy madzaggal. Gyakorlatilag ezt a technikát váltogatva terelgetem a szőlőket, több-kevesebb sikerrel, amúgy egész jó szőlőkezdemények vannak, a teljesség igénye nélkül, csak így átfutok rajta. Ezeket is ugye kötözgetni kellene, ezt is úgy csináltam, madzag ott megkötve, és akkor így ez így tart. És akkor itt szépen azért hajtogatnak. Nagy különbségek vannak a között, amelyik lefagytak, meg azok a között, amik a fagyás után indultak meg. Amúgy itt is szépen látszik a veszély, hogy milyen, hát a válogatás az mondjuk azt, hogy sikeres volt. Szépen nőnek. Hát, valamelyik ilyen kis csúnyácska maradt, tehát ez is ilyen tekerős kötözős technika. Azért vannak masszív, jó veszők is. Ez is az ilyen vadhajtásokat a szedegetem már le folyamatosan. Az ilyen oldalhajtásokat én ezt mindegyiknél kiszedem, ezen például nincs fűt kezdemény, de ezt jövőre akarom majd elhajtani, hogy az alsóra, vagy nem tudom hova. Itt például olyan erősek a vesszők, jó vastagok, ezt lehetett, hogy be lehetett volna még terhelni, de hát a fagyás miatt itt is teljesen máshogy alakult a történet, és itt már a végüket már vissza is vágtam, mert itt a felső drótiség felett jó 20 centivel már túllógott. És akkor mindegyiket így itt terelgetem, beszedegetem, amit le kell, ott ezt meghagyom, hát onnan tovább tudom indítani. Ezt is leszedem, de amúgy
így messziről nézve még egész jól is néz ki. Mondom, így a teljesség igénye nélkül. Ez is ilyen kötött, itt tekergettem, ez ilyen lágyabb veszőket hoz, ez nem hajlamos arra, hogy elterjön. Itt is így rátekerem a madzagra, és akkor az úgy el van. Valahol így kötöztem, mint itt. Itt van egy oldalhajtás. Ezt én már most letöröm, mert lehet, hogy még nem kellene, de ezen momentán, jól látom, szőlő nem lesz. Ez az egész tőkén nem lesz szőlő. Nem baj. Az ifjoncokkal is foglalkozgatok. Folyamatosan terelgetem őket is. Ez egy nagyon szép egyetlen egy szál vesző. A jövőre a két alsóból, vagy ide fogom majd visszavágni, vagy jövő télen, tavasszal, és akkor innen fog majd egy-egy szál vesző jobbra-balra elmenni. Kommentbe kaptam, hogy távolabbi képeket készítsek, hát túl nagy távoli képet nem tudok készíteni, mert sajnos itt a tér adott, de így, hogyha ránézünk, szerintem ez már elég szellős a vesző elvezetés. Itt is vannak már fülkezdemények, ez nem tudom milyen fajta, ez ilyen ágas, bogas valami. És ilyen távolabbról megmutattam, hogy ez is elég szellős, mert a másik sorból. Hát valamelyik meg ilyen beteges, ez nem tudom miért lett ilyen. Nyilván permeteznem kellett volna, de nem permeteztem. Ez meg ilyen jó kis szellős vesző elvezetés, itt szintén ilyen. Itt is le kellett vágni már a tetejét, már hosszú volt. Az olyan itt folyamatosan jönnek a hadhajtások. Ezek nekem nem kellene. Most. Itt is, ha megnézzük, itt is van hónajhajtás. Ezt már most kiterögetem. Jövőre, ha minden igaz, akkor ez a vesző lesz majd elhajtva. A másik vesző meg több verzió is lehetséges. Vagy ez, vagy itt majd ez. Itt is itt van a madzang. Így, és akkor csak így rátekerem. Lehet, hogy ez egy hülye megoldás, majd kiderül. És itt is. Szóval azért vannak fült kezdemények, már csak azért is, hogy ez nem egy kicsi. Úgyhogy itt terelgetem őket különböző technikákkal, kicsikkel folyamatosan foglalkozom. Ezekkel folyamatosan foglalkozom ezekkel is, bár mondjuk ezt még nem köteztem meg, de itt is el van vágva már a vége.
úgyhogy alakul, már szépen lenyírom, csak a füvet nem lesz izé kidobtálva, akartam egy ilyen zöldmezős részt csinálni, vagy megfogja majd nekem az esőt, a vizet nem mossa le a vizet erre. Úgyhogy jó szőlészkedést!